A Mi Hazánk mozgalom korábban többször is leszögezte, hogy érdekelt egy erős szakszervezeti mozgalom kialakulásában Magyarországon. Ebből az álláspontunkból következik az is, hogy bizony kőkeményen rámutatunk az esetleges mulasztásokra, vagy akár bűnökre, még hogyha azok szakszervezeti vezetőktől is jönnek, de ennek oka nem más, mint hogy mi tényleg a magyar dolgozókat helyezzük a fókuszba. De ebből az álláspontból következik az is, hogy minden olyan magyar érdekű, tenni akaró szakszervezetet, akik tényleg a magyar dolgozók érdekében tevékenykednek, természetes szövetségesünknek tartjuk. És ebből következik az is, hogy minden olyan kezdeményezést, hogy új szakszervezeteket hozzanak létre magyar dolgozók, támogatni fogunk. A Mi Hazánk mozgalom történetében először az a helyzet állt elő, hogy egy szakszervezet létrehozásánál kérték a segítségünket, egy új fővárosi tömegközlekedési szakszervezet kezd körvonalazódni, és a Mi Hazánk mozgalomhoz fordultak a szervezők, hogy segítsünk nekik, működjünk együtt, ennek természetesen örömmel eleget teszünk. Rámutattak a szervezők, hogy elégedetlenek a jelenlegi szakszervezetek tevékenységével, kiemelték, hogy például a 2020-as bértárgyalásoknál aláírták a nulla, azaz 0%-os béremelést. Már csak ez az egy pont is rámutat arra, hogy komoly tennivaló van. Minden esetre előzetesen megfogalmaztak egy 12 pontos tervezetet, célkitűzéseket. Ezeket én most ismertetni fogom a nyilvánossággal. Az első pont, amit szeretnének elérni, a BKV államosítása, hogy se a főváros, se magánszemélyek ne tudják azt szétharácsolni. A második pont, hogy a BKK-t újra a BKV-hoz kell csatolni, mert fölösleges két céget ugyanabból a szempontból fenntartani. A harmadik pont, hogy a béremelés ne lehessen kevesebb százalék az előző évi béremelésnél. A negyedik pont, színvonalasabb orvosi vizsgálatot szeretnének éves szinten. Az ötödik pont, családtámogatás szempontjából céges hitel kamatmentesen 3 év munkaviszony után maximum 10 millió forintig. A hatodik pont, a rejtett állások felszámolását szeretnék. A hetedik pont, járműpark újítása, korszerűbb karbantartása. Nyolcadik pont, kafetéria kibővítése egészség- és nyugdíjpénztárral. A kilencedik pont pedig úgy szól, hogy éves prémium minden 8 órás alkalmazottnak. A tizedik pont úgy hangzik, a minimális bér a 8 órás alkalmazottak részére ne lehessen bruttó 500 ezer forintnál alacsonyabb. A tizenegyedik pont pedig úgy szól, alkalmazotti biztosítás, ami akkor járna az alkalmazottaknak, ha betegsége több mint 30 napon túl nyúlna. És az utolsó pont, a végállomási problémák felszámolása. Itt arra kell gondolni, hogy a végállomásoknál megjelennek úgy drogos bűnözők, egyéb antiszociális elemek, és ezek rontják a közbiztonságot, ezeket folyamatos hatósági ellenőrzésekkel számolnák fel. Összegzésképpen azt mondhatom, hogy a Mi Hazánk mozgalom természetesen nem rátelepedni szeretne erre a kezdeményezésre, de mivel felkértek minket, mint mondtam, ennek örömmel eleget teszünk, hajlandóak vagyunk nyilvánvaló módon az együttműködésre, mert szeretnénk mi is, hogyha a fővárosi tömegközlekedésben dolgozók kapnának végre egy olyan érdekképviseleti szervet, amely akár ezeket a pontokat ki tudná harcolni, és ez a vállalásunk természetesen nem csak a tömegközlekedésben dolgozókra igaz, hanem valamennyi magyar dolgozóra, úgyhogy bizalommal fordulhatnak, ha van ilyen kezdeményezés hozzánk, és hogyha valakinek felkeltette az érdeklődését a leendő szakszervezet, amely a tömegközlekedésben szeretne megalakulni, forduljon hozzánk, mi össze fogjuk kötni a szervezőkkel, és a továbbiakban hírt fogunk adni természetesen róla, hogy hogyan haladnak az előkészületek.